László vagyok, a választókerület elnöke és a Fidesz országgyűlési képviselő jelöltje. A választókerületi esténk sorozat 10. rendezvénye, ez itt most Palácsosváron. Nagyon örülök, hogy eljutottunk ide, és köszönöm a helybélieknek, hogy lehetővé tették számunkra ezt az összejövetelt. És amiről ez a mai előadás szólni fog, az a lényeg. Az mondja el, hogy miért érdemes, és miért csináljuk. És azt hiszem, hogy ha Vas Albert szavait és gondolatait meg tudjuk tartani a következő 3 hónapban, és reményeink szerint utána következő években is, akkor nem tévesztünk utat ebben az utat tévesztett, útját vesztett országban. Nagyon, hát nem is azt mondjam, hogy szórakozást, nagyon tartalmas együtt töltött időt kívánok mindenkinek. Kérem, fogadják szeretettel Ács Tamást és Pap Attilát, színművészeket. Szeretném, ha egyszer az lehetnék, ami leginkább lenni akarok. Ha egyszer azt mondaná valaki, megsajnáltam a bánatodat, hitetlenségedet, háborgásodat, s neked adom, mi legdrágább neked, a sorsodat, az életedet, neked adom a teremtésedet. Akkor azt mondanám, legyek erő, a végtelenség örök ereje, aki nem néz hátra, csak előre, s nem hallja a múlt idők zenéjét. Legyek az őskor mitikus gigásza, aki számára nincsen vég, határ, hogy két karommal a világot rázzam, s a hitemet, az igazságomat. Volt egyszer egy ember, aki az ő házának udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró, csillámló homokszemcséből. És a homokszemcséket köddel kötötte össze. Az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt mondták, bolond! De az oszlop csak épült. Egyre csak épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták, varázsló! És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, és nem is sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. Valahol szörnyű vihar lehetett, s a viharban egy nemzet elveszett. Aztán leereszkedtem a faluba. Már csak itt-ott égett fény az ablakokban, és olyan csönd volt, hogy fázni lehetett tőle. Kutya sem ugatott, mintha kivesztek volna mind a kutyák a faluból. Egy ablakon benéztem, ahol lámpa égett. Ismertem a családot, amelyik ott lakott, az ember napszámosa volt a fűrésztelepnek. A szűk kis szoba közepén, ravatalon kiterítve feküdt az asszony. A napszámos felesége. Egy anyuka virrasztott a ravatal lábánál, a szája mozgott, mint aki imát mormol. Vagy átkozódik. Az ágyon 2 gyermek aludt. Tovább mentem. Odébb egy másik ház ablaka is világos volt, s benéztem oda is.
halottat vírasztottak. Egy lány volt a halott. És halottat vírasztottak a harmadik és negyedik házban is. És mind leányuk, meg asszonyok voltak a halottak. S a vírasztók vének, akiknek úgy mozgott hang nélkül a szájuk a ravatal mellett, mint aki imát mormol, vagy átkozódik. Rettenetes volt. Árkokon másztam keresztül, és kerítéseken szöktem át, és sehol. Egy kutya meg nem ugatott. Sehol rám nem kiabált a gazda. Akárha egy halott falut jártam volna, ahol már csak ravatalok maradtak, és virrasztók a ravatalok lábánál. És akkor egyszerre megéreztem a szagot. Azt a bizonyos szagot, amikor megszenesedett fára és kihűlt hamura harmat hull, vagy eső esik. Azt a kesernyés holt szagot. És meg kellett állnom. Mert a lábaim reszketni kezdtek, és nem akartak engedelmeskedni. Aztán lassan közelebb mentem a szaghoz. És aztán ott álltam egy sötét, fekete halom előtt, és tudtam, hogy ez a fekete halom valamikor az én házam volt. Csak álltam, és néhány percig nem gondoltam semmire. Néztem az éjszaka sötétjében azt a szörnyűséges halmot, az egymásra hullott üszkös gerendákat, a hamut és a pernyét, és a lelkem megtelt azzal a keserű szaggal, amit az üszkös gerendák árasztottak. Arra gondoltam, hogy milyen szépen sütött a nap, amikor a fatörzseket ácsoltam a házhoz, és milyen jó meleg illata volt a frissen ácsolt fának. És a virágokra gondoltam, amik akkor nyíltak, amikor Anikót először lehoztam ide megnézni az épülő házat. És a vízre gondoltam, a forrás vizére, ahogy az Anikó bőrén csillogott. A hajnal derengeni kezdett, mire a faluba leértem. Már az udvar közepén voltam, amikor a kutya ugatni kezdett. Nem ismert meg. Csak ugatott rémülten és borzadva, mint az olyan kutya, amelyik halált szagol. Vagy kísértetet lát. Fölléptem a tornácra, és arra gondoltam, miképpen fog Anikó a nyakamba borulni, és az orromban már éreztem a hajnali asszonytest jó meleg ágyszagát. És akkor az ajtó megmozdult magától, és lassan félénken kinyílt. Az ajtóban apósom, ingben gatyában, ahogy az ágyból kikelt. Adjon Isten! Köszöntem rá vidáman, de ő nem felelt, csak nézett. Anikó, alszik még? De apósom nem felelt, csak egy tétova, furcsa mozdulatot tett a kezével, egy rettenetes, szánalmas mozdulatot. Aztán halkan és rekedten mondta. Gyere, ha már itt vagy. Gyere be. És megindult előttem. És én mentem be utána a sötét házba. Nem éreztem a mozdulataimat. Nem éreztem semmit. A ház sötét volt és hideg. És tudtam, hogy Anikó nincsen benne.